Nagyméretű projektet zárt le a gyulafehérvári Caritas. Ennek keretében feltérképezték a székelyföldi megyék szociális és gazdasági helyzetét. Konkrét felzárkóztatási programokat is kidolgoztak. A norvég alapból finanszírozott projekt elsődleges célja a szociális kirekesztés veszélyeinek a Maros-Hargita és Kovászna megyei feltérképezése volt. A következtetések rendkívül aggasztóak, számos nehezen megközelíthető település van, ahol nemhogy az infrastruktúra, de még az oktatási tevékenység is hanyatlik. Vannak, ahol nagyon kevesen járnak iskolába, stb. Tehát ami ugye hosszú távon nagyon nagy problémát okoz, munkaerőpiacra való bekerülésre, stb. Tehát gyakorlatilag egy gyerek, aki nem jár egyáltalán iskolába, az úgy mondják szakszóval egy foglalkoztathatatlanná válik felnőtt korában. Ez főként a roma közösségekben gyakori jelenség, a feltérképezés azonban csak az első fázis. A projekt részeként ugyanis konkrét lépést is tettek a felzárkóztatás érdekében, mondja Ludeser László. Hargita és Kovászna megyében 12 központban indítunk nappali foglalkoztatás közel 300 hátrányos helyzetű gyerekeknek, ami által jobban tudnak illeszkedni az iskolai oktatáshoz, és csökkentjük az iskola elhagyást. De a helyi közösség, illetve az önkormányzatok bevonása is része volt a projektnek. A szakemberek arra a következtetésre jutottak, hogy a szociális kérdések megoldása csak nem lehetetlen anyagi háttér nélkül. De erre is vannak megoldások. Az Európai Unióban rengeteg forrás van a humán erőforrásnak a fejlesztésére. Itt a saját közösségből, a kirekesztett közösségből fontos lenne megtalálni azokat a személyeket, amelyek akár véleményformálóként és irányítóként is ott vannak, és benne élnek a közösségben, ellenben a szavukat hallatják és figyelnek rájuk. És visszatérek az anyagi részre, igen, európai források, és azon kívül pedig országos munkaügyi és szociális minisztériumi támogatás. A projektben végzett kutatás eredménye egyébként azt mutatja, hogy a szegény térségek Maros megyében vegyesen, de főleg a déli részen koncentrálódnak. Hargita megyében a délnyugati és a délkeleti részen, Kovászna megyének pedig főként a nyugati szélében.